Sziasztok, itt vagyok a legelső Rocket videómmal ezzel a csatornán, és akkor már is kezdődik a kör. Aki nem ismeri, az így kb. Ezen a képen így most kb. Megérthette, hogy mit lehet ebben a játékban csinálni. Az a lényeg, hogy van két autó, legalábbis most, és gólt kell lőni az ellenség kapujába. És akinek 5 perc után több gólja van, az nyert. Vannak ilyen kis nitrók, amelyik ott hátul van a labda, 100% nitrót ad, amelyik csak kicsi, ilyen földön van, csak nem tudom, azt hiszem 10%-ot. Mint itt lehet 1v1-be játszani, 2v2, 3v3, 4v4 és 5v5, azt hiszem az a max. Meg lehet rankedezni. Itt az 1-0. Feladta. Ja, és akkor kapsz egy ilyen kis cuccokat, amit fel tudsz szerelni a kocsidra, és hogy minél jobban nézzen ki. Na hát akkor ez gyors volt, és akkor megvárjuk a következő kört. És már itt is van. Most ilyen az autóm. Na és akkor meg is találtuk az ellenfelet, és a gép. Ott írja jobb oldalt. Középpen. Jó, és akkor mindjárt kezdődik is. Kamerát is lehet váltani, hogy vagy a labdát fókuszálja. Ajaj, ne. Jó, ebből gól lesz. Oh! Ezt hogy hagyhatta ki? Ja, ne. Majd lesznek, remélem, olyan videók, ahol nem csak én fogok beszélni, hanem többen leszünk. Ismerősök. És akkor az úgy viccesebb, hogyha többen vagyunk. Mert így csak így unalmas, hogy így, jaj, vigyázzunk, hogy így egyedül játszol, az a vicces benne, hogyha egymásnak a útjukba vagytok. Én robbantam fel. Te bemegy! Menjen be! Ez az! Felrobbantam és nem tudta kivédeni. Mit csinált? Úristen! És akkor tolatva. Majd fogok rankedezni, és ez most csak egy sima meccs, így első videónak. Ranked sem különbözik nagyon sokkal. Max azzal, hogy talán, hát végül is nem is nehezebbek. Mert mindenhol vannak rossz játékosok. Na. Én most Xbox controllerre játszok, amivel... Hát ez mit csinál? Amivel... Szerintem könnyebb játszani, mert így nézni, meg így értek, aki sokat Xboxozik, annak könnyebb. Ez most mit csinál? Nem volt akar lőni? Nem tudom a billentyűzeten egyáltalán, hogy melyik gomb hol van. Jó, hogyha nem megy, jó, ez az. Így a falra is fel lehet menni. Nem tudom, hogy már felmentem el, de... Oh, hej, kár. Hát ez... Ah, pedig ez bement volna. Jaj, ne. X-el lehet driftelni. És akkor most előbb azzal próbáltam, csak nem nagyon sikerült. Na, itt vagyok a falon. Piff, felrobbant. Jó, bem van. Ez is feladta. Húha, nyertem a mi taknyat, ami innen a
onnan a hátuljába fog kijönni. Ezt most bekapcsoljuk, megnézzük, hogy hogy néz ki. Aha. Blade Blade. Bemegy! Hú, ez gyors volt. Fél. Remélem, hogy ez nem fogja feladni. Mert ez ilyen szerencse volt, ez nem is volt igazán tudás, hogyha mindketten egyszerre oda megyünk, akkor csak az a szerencse, hogy hova pattan a labda. Nem. Ott repült a takony. Megvárjuk. Bemegyünk középre. Jaj, ne. Jaj, ne. Azaz. Nekem igazából ilyen vélekedős taktikám van, hogy mindig megvárom, hogy mit csinál az ellenfél. És ha van esélyem, akkor szépen előre lövöm, és akkor megvárom. Még a falról lepattan a labda, és akkor be tudom lőni. Ne! Vasz! Ilyenkor az a baj, hogyha felugrok, akkor így hátrafele akarok pörögni, de hogyha viszont hátrafele pörgés közben megint megnyomom, akkor így ez lesz. Megint megnyomom a ugrásgombot, mert lehet dupla ugrást. Aj, most is. Előre fele kell pörögni. Szedjük a 100%-osat. Megvárjuk, mit csinál. Ilyen a taktikám. Aha. Még egyet lőjél bele, még egyet lőjél be. Jó. Ez az. Nem ez az. Úristen. Most azt akartam, hogy így szépen előre elővöm. Nem, így egyenesen fornak az vissza. Ez közelebb. Nem közelebb volt. Az a lényeg, hogy ne érjen labdához. Viszket a fülem. Az jó. Nem jó. Felszedjük a 100-ast. Vagy akár össze is gyűjtünk egyet. Áh! Jó, ez benn van. Nem van. Megállt! Megállt! Na akkor taktikázzunk. Ilyenkor nem szabad hátul maradni, mert az úgy kb. 90%-ban gól, mert így fölötted átmegy, és hogyha nem tudsz védeni, akkor az már gól. És én, mivel nekem még csak így... Várjunk. 3 napja van meg az a játék. Na jó, ez most szép védés volt. Szerintem. Na, és akkor most jön az, hogy középre. Egy drift. Ó, előtte. Jó, most megfordítjuk. Jó, kikerüli. Menj innen. Ne, jó helyre boxoltam. Megnézzük, mit csinál. Beáll kapuba. Ne! És ez bemegy. Hogyha... És bemegy. Közben itt rezeg a kontroll.
Na, megállt a felvétel, de most ezt így kb. 2 másodpercet maradtatok le. Annyi, hogy gólt lőtt. Nem figyeltem oda, mert volt ez fura Windows hang, és akkor jelezte, hogy... Úristen, miért ilyen? Mi most itt? LOL! Az F12 az valamire jó. Na, bocs, hogy ez most ilyen, de itt tök össze vagyok zavarodva, mert F12-vel kell indítani a felvételt. Ami az előbb leállt, megnyomtam, és akkor azóta ilyen érzékenyebb a kormányzás. Igen. Egyértelműen érzékeny. Jaj, hol a labda? Összekevertem ezzel a kis gomba. Kinyírtam, hogy ne tudjon gólt lőni. De... Megint hátrafele pörögtem. Felszedte a 100-ost. Please! Oh. Na akkor, hogy ennek vége, akkor... Lel! Ne! Please! Nem mondjuk csúnyát. Így nem az első Rocket League videókban. Na mindegy. Akkor most abba hagyom a videót, és megnézem, hogy most mi állítódott el. És akkor találkozunk a következő videóban. Hogyha tetszik ez a játék, és szeretnéd, hogy többet játszak, akkor nyomj egy lájkot, és akkor nem sokára találkozunk. Sziasztok!